Egy karcagi lakos tett bejelentést a rendőrségen, és elmondta, hogy az éjszaka során a háza előtt parkoló gépkocsi a csomagtartójából eltulajdonítottak egy nagyobb értékű ütvefúrót. A bejelentő vallomása, valamint a nyomozás során beszerzett adatok alapján a rendőrök a bejelentés követő egy nappal később lakásan elfogták és előállították a rendőrkapitányságra a bűncselekmény feltételezett elkövetőjét. Gyanúsítotti kihallgatása során a férfi beismertetett ahol elmondta, hol értékesítette a szerszámgépet, valamint további két általa elkövetett lopásról is számot adott a nyomozóknak. A megalapozott gyanú szerint szintén a gyanúsított számlájára írható az az eset, melynek során a gyanúsított befeszítette egy karcagi ingatlan melléképületének ablakát, majd onnan játékonzolt, és 70 ezer forint készpénzt tulajdonított el. Ezt követően pár nappal később betört egy helyi családi házba, azonban onnan nem vitt el semmit, de rongálással ott is kisebb kárt okozott. A karcagi rendőrkapitányság két rendbeli lopás büntett, és egy rendbeli lopás védség elkövetése miatt folytat eljárást a gyanúsítottal szemben.